Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Olcsóbban szerezhetnek be energiát, kedvezményes csomagon dolgoznak az iparkamaránál. Megyei jogásznap, igazságosabb és jogállami társadalom megteremtése az elsődleges cél. Hagyományőrzés, vendéglátás, megrendezték a szüreti felvonulást Regőjben. A Boré volt a főszerep, szüreti fesztivált rendeztek Dombóváron. Lassan kezdődik a fűtési szezon, ez nem csak a lakosságnak, hanem a cégeknek is plusz kiadást jelent. A Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a többlet kiadásokat vélhetően nem hárítják rá vevőikre a vállalatok. Az országnak ezen a részén a kamara kezdeményezésére a tagok egyébként jövőre közös energiabeszerzést terveznek. Ezzel mindenki jól jár, de főleg a kisvállalkozók. Hideg zuhanyként érte az országot tavaly, hogy a háború miatt egyik napról a másikra drasztikus mértékben nőttek az energiaárak. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a lakosság az otthoni számlákat fizetve ebből szinte semmit nem vett észre. A boltokban vásárolva viszont annál inkább. A vállalatok ugyanis akkora megemelkedett kiadásaikra hivatkozva többet kértek a szolgáltatásaikért és a termékeikért, mint korábban. A Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, hasonló jelenségre idén nem kell készülni. Beréti Zsolt ezt azzal indokolja, hogy a mostani szezonra már jóval korábban, hónapokkal ezelőtt leszerződtek az ügyfelek a szolgáltatókkal. A földgáz szempontjából azt lehet elmondani, hogy Európában mondjuk egy hónappal ezelőtt a mélyponton voltak az árak. Én 29-31 euró között volt, a Hollandiában mérik, ennek ott van kvázi a delivery pontja, a 1 megawatt órányi földgáznak az ára. És ez valamennyit emelkedett, de most is viszonylag normális áron, tehát 33 euró körül van. Azt kell tudni, hogy az európai gáztározók azok rekordméretű vagy mennyiségű feltöltéssel rendelkeznek, illetve teljes gőzerővel dolgoztak azon az elmúlt időszakban, hogy az LNG kapacitásokat azokat megnöveljék. Itt hosszú távon inkább az a kérdés, hogy akkor a keresleti oldal lesz-e majd az LNG-re, hogy kínálati oldal tudja-e majd ezt produkálni. Tolnában az iparkamara elnöke szeretné elérni, hogy a tagjaik jövőre már közösen vásárolhassanak elektromos áramot és gázt. Ezzel jelentős kedvezményhez jutnának. A kezdeményezéssel a nagyobb cégek is jól járnának, de leginkább a kisvállalatokat segíteni, hiszen ők egy-egy komoly fogyasztónak kikalkulált áron juthatnának így energiához. Most annál a résznél tartunk, hogy megkérdezzük a vállalkozásokat, hogy van-e igényük arra, hogy közösen szerezzünk be energiát, és ha van igényük, akkor milyen időszakban, mennyi energiára van szükségük, és milyen energiából, tehát földgázból vagy áramból van szükségük energiára, és ha ezeket a kapacitásokat összeszedtük, vagy igényelt kapacitásokat, akkor tudunk elmenni a kereskedőkhöz, és azt mondjuk, hogy kérünk szépen ajánlatot arra, hogy mennyibe kerülne a földgáz vagy az áram ára ekkora mennyiség megvásárlása esetén. A tervek szerint tehát a Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara tagjai jövőre már kedvezményesen juthatnak energiához. Az Ukrajnából a szomszédos tagállamokba irányuló gabona behozatal tilalmát előíró rendkívüli intézkedést továbbra is fent kell tartani, közölte Nagy István. Az agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy rendkívüli időket élünk, a kihívásokra pedig közös megoldásokat kell találni. Az uniós import tilalmat igazoló rendkívüli körülmények továbbra is fennállnak, ezért az ukrán gabona behozatali korlátozását továbbra is megkívánjuk őrizni. Hangsúlyozta, a tranzit szállításokat Romániához hasonlóan mi is engedjük, nem akarunk Ukrajnának ártani. A gazdáink versenyképességét azonban megkívánjuk őrizni. Kiemelte, a magyar gazdák érdekeit minden lehetséges eszközzel meg fogjuk védeni. Azon kell tovább dolgoznunk, hogy az ukrán gabona minél gyorsabban a kikötőkbe érjen, és megtalálja a korábbi hagyományos piacait Észak-Afrikában, vagy a Közel-Keleten, tette hozzá. Megyei jogásznapot tartottak Szekszárdon, a rendezvényen kiemelték, hogy az elsődleges célok között szerepel az igazságosabb és jogállamibb társadalom megteremtése. Megyei jogásznapot szervezett a Szekszárdi Ügyvédi Kamara a Magyar Jogász Egylet Tolna megyei szervezetével közösen. A szakmai programot a Szekszárdi Vármegye házán rendezték meg neves vendégekkel.
Két szempontból is nagyon örülök, mert egyrészt diákkorom ebbe a megyébe töltöttem, és mindig szívesen jövök vissza. A másik pedig, hogy a Magyar Jogász Egyletnek az ügyvédség jelentős létszáma a tagjai, tehát minden olyan rendezvényen, ahol az ügyvédek számára hasznos információkat is a hivatásrendek közötti találkozása lehetőség van, azon szívesen veszünk részt, és szívesen propagáljuk. És ennek egy nagyon szép megnyilvánulása ez a mai rendezvény. Dr. Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában beszélt a szervezet helyéről és szerepéről az európai jogi térben, valamint kifejtette döntéseinek elvi és szerkezeti hátterét. Emellett beszámolt az alkotmánybíráskodás mai kihívásairól is, de az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét is érintette a gyakorlati megvalósulásában. Azt gondolom, hogy az alkotmánybíróságoknak az európai jogi térben való szerepe, a szerepének jövője, ugye az egy igen komoly kérdés, és úgy gondolom nagyon fontos. Másrészt pedig hát természetesen a magyar alkotmányos rendben betöltött szerepe és helye, úgy gondolom, hogy az utóbbi években is folyamatosan erősödött, és megtalálta azt a pozícióját az Alkotmánybíróság 2012 óta, hogy amit az új hatásköréi számára kijelöltek. Dr. Trocsányi László, korábbi igazságügyi miniszter, a jogásság helyzetéről, feladatáról és társadalmi szerepéről, illetve a társadalmi felelősségvállalás, valamint a jogi oktatás mai szerepéről beszélt. A mai korban kiemelt jelentőséget kap a digitalizáció és a globalizáció, melynek köszönhetően a jogászoknak ma már teljesen más környezetben kell dolgozniuk. A mai jogászoknak mind képességekben, tehát más kell tudni, ne felejtsük el olyan kérdéseket, mint az adatvédelem, a GDPR, és még sorolom azokat a dolgokat, amiket most van, elektronikus ügyintézés. Tehát még régen egy ügyvéd elvalagott a földhivatalba, szépen papíralapon beadta a dokumentumokat, most már gyakorlatilag minden elektronikusnak, és jönnek az automatikus döntéshozatal. Nagyobb lesz a felelősség. Tehát igazából az új kihívások új felelősséget is jelentenek a jogászokra. A nemzetközi kereskedelem egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezért egészen másfajta szerződéseket használunk ma már. A harmadik nagy változás az Európai Unió jogrendszerének változása, amely szerinte teljesen átalakítja a nemzetközi jogrendszereket is. Ezek a kihívások együttesen okozzák, hogy egyre nagyobb felelősség hárul az ügyvédekre, bírákra és a jogászokra. Továbbra is nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja az országban, tart az allergén gyomnövény virágpor szórásának csúcsidőszaka, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. A csalánfélék virágpora országosan közepes, helyenként magas koncentrációban van jelen, a libatopféléké alacsony, esetenként közepes szintet érhet el. Országosan alacsony szinten jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, az üröm, a kenderfélék, az utifű, a lórom, az ernyős virágzatúak, illetve a részgyom és a szerb tövis pollenje írták. Szintén mérsékelten, de helyenként még előfordul a levegőben a ciprus és a tiszafa félék, a hás, illetve a fenyőfélék virágpora. Díszes fogatokkal járták körbe a falu utcáit Regölyben a hagyományos szüreti felvonuláson. A program kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatott a településen. 26. alkalommal napsütéses őszi időben rendezték meg Regőjben a szüreti felvonulást. A feldíszített kocsik, fogatok, a viseletbe öltözött helyiek és a lovasok zeneszó mellett járták körbe a falu utcáit, és invitálták a lakosságot a település központjába. A felvonuláson mindenkinek van kedvence. Kazán az mindennél többet ér számomra, meg a szépen feldíszített hintok, vagy tánc, ilyen érdekel inkább. Gyönyörködni tudok a gyönyörű kocsikba, lovasokba, és a nagyon érdekes a kisbírónak az előadása, kíváncsi vagyok. Figyelem, figyelem! Közhéri tétetik! Ismét születi mulatság tartotik! 26-szor mondjuk itt a rímet, de még olyan nem volt, hogy senkit meg nem sértett.
A falu központjában süteménnyel, frissítőkkel kínálták, valamint a regői népdalkórus és a pincehelyi férfi kórus műsorával várták az érdeklődőket. A születi felvonulás keretében üdvözletjük a pincehelyi férfi kórust és a regői népdalkórust. Ők, akik a kulturális programot biztosítják, illetve a lovasok pedig a látványt és a hangulatot. A szüreti program mindenkit megmozgat a faluban és környékén. A lovasok Regőjből és 20 kilométeres körzetéből érkeztek, az előkészületekben pedig egyaránt részt vettek idősebbek és fiatalabbak. És bár a településen már nincs olyan mennyiségű bortermelés, mint régen, a szüreti hagyományok tovább élnek. Mintegy 3,1 milliárd forint áll rendelkezésre a takarmányár növekedés különbözetének kompenzációs támogatására, valamint a hallgazdálkodási ágazat versenyképességének megtartására, közölte az Agrárminisztérium. Kiemelték, az augusztus 31-én lezárult kérelembenyújtási időszakban 169 pályázatot nyújtottak be 3,2 milliárd forint értékben. Előbbi feldolgozása már meg is kezdődött, hogy mielőbb megszülethessenek a döntések. Az akvakultúra ágazatot más ágazatokhoz hasonlóan negatívan érintették a brüsszeli szankciók. A termelés inputanyagainak piacán 2022-ben olyan rendkívüli változások történtek, amelyek hátrányosan érintik a magyar gazdálkodókat. A takarmány, az energia, az egyéb anyagok, valamint a szolgáltatások árai olyan mértékben emelkedtek, amelyek veszélyeztetik a termelés gazdasági fenntarthatóságát. Néhány napja a szüreti hangulaté és a boroké volt a főszerep Dombóváron. A város legnagyobb borhoz köthető rendezvénye a helyi német nemzetiségi és Dombóvárváros önkormányzata, illetve a kulturális központ szervezésében valósult meg. A késő nyári időjárást jó hangulatban és finom borok mellett élvezhették a rendezvényre látogatók. Újra borok szerelmeseivel telt meg szombaton Dombóvár belvárosa, pontosabban a Tignódi ház előtti tér. Szeptember 9-én rendezték meg a borünnepét, a Dombóvári Szüreti Fesztivált, a Domborfestet. A rendezvény színes programokat kínált mindenkinek, aki szereti a jó hangulatot, a finomabbnál finomabb borokat és a kulturális tartalmakat. Néhány éve született meg a gondolat a német nemzetiségi önkormányzatban, hogy valamikor szeptember vagy október elején tartsunk egy dombovári borfesztet. Én nagyon örültem neki, hiszen azt gondolom, hogy ez egy olyan összefogással által jöhetett létre, amiből nem maradott ki a Dombovári Kárbarát Egyesület se, a dombovári műfaj se, és még néhány civil szervezet is odaállt az ügy mellé. Alapvetően azt gondolom, hogy a német nemzetiségi önkormányzat köszönhető ez a mai rendezvény is. Ebből adódóan fellépőknek túlnyomó része a német kulturális körből kerül ki, illetve hagyományozott csoportok lesznek. Tavaly évben nagy sikert aratott az utcabál, hiszen olyan zenekar sikerült találni, akinek mindenkinek elhúzta a nótáját, és a késő esti órákban azt gondolom már a jó kedve is megjön mindenkinek, hiszen a borkóstolás óhatatlanul hozzátartozik a mai eseményhez. A Dombóvári Kulturális Szolgáltatóközpont igyekszik minden évben más és más programokat szervezni eseményeire. Így történt ez az idei szüreti fesztiválon is, ahol számos énekes, zenész, néptáncos mutatkozhatott be a dombovári közönségnek. Egy kis népi tánc is a csikostöltösi német nemzetiségi tánccsoport képviseli csikostöltös települést. Aztán következik utána a tombola sorsolás, hiszen aki itt egy-egy deci bort fogyaszt, kap egy deci bor mellé, kap egy tombola szelvényt, és hát egész komoly felajánlások vannak, ez lesz 18 órakor. A Doze együttes, tehát a dombovári fúvózenekar játszik Valaskó János vezetésével, és utána pedig a szenior kaposvári zenekar 19 órától kezdi a fantasztikus koncertjét, utcabáját egészen 23 óráig. A kihelyezett faházikokban nem csak a borok, de a helyi kézművesek is helyet kapnak, akik kézműves portékáikat árusították a kilátogató vendégeknek. Regionális híreink következnek. Zöld fordulat, élhetőbb kertváros, megoldaná a városrész gondjait a Fidesz. Könnyed alkotások karbonbetonból, kiállításon mutatják be, mire képes a beton. Baba és gyerekholmi bőrzét tartotta pécsi mami, az iskolakezdés anyagi terheit kívánja a szervezet megkönnyíteni. Jelentősen megnövelni a kertvárosi parkolóhelyek számát a pécsi Fidesz. 1000 új férőhelyet alakítanának ki a városrészben úgy, hogy nem csökkenne a zöld felületek nagysága. Valamint 10 000 fa ültetésével tennék kellemesebbé a helyi klímát, ha a bizalmat kapnak a választóktól. A polgári párt helyi képviselője tartott tájékoztatót a kertvárosi fejlesztésekről.
Egymás után jönnek az autók a Csontvári utca és az Apáczai Csere János körtér kereszteződésénél. Parkolót keresnek, de abból kevés van itt Kertvárosban. Ráadásul a gyalogosok is veszélyben érzik magukat, mondja ez a kutyáját sétáltató nő. És az a baj, zebra sincs felfestve, ez a legnagyobb baj. Azt, amit veszélyes itt közlekedni? Itt is veszélyes, meg ott a áruháznál is, mind a két helyt. Nagyon kevés a parkoló, sokan jönnek. Úgyhogy nagyon kevés. Változtatni kellene a helyzeten, mondja a helyi lakos. Kellene bővíteni a parkolási lehetőséget, igen, mindenféleképpen. Ezt szeretné a városi Fidesz is elérni, mondja a párt önkormányzati képviselője. Én 5 évig voltam Kertvárosban képviselő, pontosan tudom, hogy mik azok a problémák, amik a leginkább foglalkoztatják a helyieket. Itt ki kell emelnünk a parkolási helyzetet, ami Kertváros sajátosságából adódik, hogy ma már tarthatatlan. Ugye annak idején, amikor az ország egyik legnagyobb lakóközösségét felépítették, ami nagyobb, mint a szomszédos megyeszékhely, akkor alapvetően nem abban gondolkodtak, hogy minden háztartásban lesz gépjármű, sőt, akár háztartásonként több is. Nem erre méretezték a parkolóhelyeket, éppen ezért változtatni kell az önkormányzati képviselő szerint. Egy zöld, élhető, ugyanakkor a parkolást megoldó beruházásra van szükség ebben a város részben. Kertvárosban is egy zöld átállást kell végrehajtani, ennek részeként pedig élhető mennyiségű parkolóhelyek kell, hogy kalkulálhassanak a helyiek. Értek ez alatt 1000 új parkolóhelyet, amely képes lenne kielégíteni azt az igényt, ami jelenleg fennáll a gépjármű tulajdonosok részéről, ám ezek nem lehetnek a zöld felület kárára megvalósított parkolóhelyek. Túlnyomó részt ezeket a földfelszín alatti zöldtetős, parkosított, őrzött és biztonságos parkolóhelyek kell, hogy jelentsék. Gondolni kell arra, hogy a következő évtizedben az új belső égésű motorokkal működő autók forgalomba helyezését megtiltja az EU. Helyettük az elektromos járművek elterjedését támogatják, ezért az új parkolókhoz elektromos töltőpontokat is kialakítanának. De itt nem áll meg a zöld fordulat a politikus szerint. Mi arra vállalnánk kötelezettséget, hogy 10 000 új facsemetét ültetünk el Kertvárosban, egészen Nagy Árpádtól az Expo Centerig, a Málomtól egészen az Ipari útig. Annak érdekében, hogy ezek a fák, ez ekkora méretű fatömeg, az megfelelő mennyiségű árnyékot tudjon biztosítani, és vissza tudja hűteni a felületet, hiszen ezzel tudunk reagálni arra, hogy évről évre, vagy évtizedről évtizedre egyre inkább melegszik a föld felszíne, és az ontja magából a meleget. Ez pedig rontja az emberek mindennapi közérzetét, ezért kell fásítani, növelni a zöld területek nagyságát. Ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket tervezi a pécsi Fidesz Kertvárosban, ha jövőre bizalmat kapnak az itt élőktől a választáson, mondta a képviselő. Megnyílt a Beton arcai kiállítás a pécsi Nick galériában. A tárlaton hagyományosan azt mutatják be az alkotók, hogy milyen sokféleképpen lehet alkalmazni ezt az ipari anyagot. Idén a karbonbeton egy új technológiai anyag is a látogatók elé került műalkotások formájában. Hihetetlen, de betonból készült ez az alkotás, egy különleges betonból. Ez a mű is látható a Pécsi Nick Galéria, a Beton arcai elnevezésű tárlatán. A szobrász valójában egy új betonanyagot talált fel, ezt tette lehetővé ezt a könnyed légies forma létrehozását. Tulajdonképpen ez egy karbon kompozit, tehát ez egy szálerősítésű kompozit, ami azt jelenti, hogy a szálat, tehát az erősítő anyagot, ami a rugalmasságát és a könnyűségét eredményezi, az egy karbon kábel, és maga a mátrix, ami összefogja és egyesíti ezeket a karbon elemi szálakat, az a betonból jövő kötőanyag, egy cement alapú kötőanyag. A szobrász eredetileg az alkotás nagyobb szabadsága miatt kísérletezte ki ezt az anyagot, azonban hamarosan az építőiparban is találkozhatunk majd vele. A karbonszálas beton olyan erős, hogy rudakká formálva helyettesítheti a betonacélt, miközben könnyebb annál. Ez a példa is jól mutatja, hogy mennyi lehetőséget kínál a beton. Ezt szeretné megmutatni, és ezért támogatja már évek óta a betonarcai kiállítást a Királyegyházi Cementgyár.
Abszolút visszatükröződik az a sokszínűség, sokszínű lehetőség, ami a betonban rejlik. Most már látható, hogy nem csak az ipari felhasználásra alkalmas a beton, hanem megmutatkoznak azok a különleges művészeti egyéniségek, a természetközeliség például, ami külön öröm számunkra, hiszen mi is a fenntarthatóság jegyében arra törekszünk, hogy minél kisebb legyen a szén-dioxid lenyomatunk. A betonalkotásoknak hagyományosan idén is a Nick Galéria adott otthont. A különböző műveket, köztük a könnyed vonalvezetésű karbonbeton szobrokat szeptemberben nézhetik meg az érdeklődők a Pécsi Király utcában. Az iskolakezdés idején már második alkalommal tartott baba és gyerekholmi bőrzét a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület. Zsúfolásig megtelt az uránvárosi fedett piac áruval. Nem csak ruhaféléket, hanem egyéb kellékeket, kiegészítőket, iskolakezdéshez hasznos felszereléseket lehetett vásárolni pár száz és néhány ezer forintért. Legközelebb november 12-én tartanak bőrzét. Több mint 100 árus, több ezer baba, illetve gyerekholmia várta, hogy gazdára találjon Pécsen az uránvárosi piacon vasárnap. Az iskola, óvoda és bölcsödekezdés idején jelentkező anyagi terhek csökkentése miatt a Pécsi Mami és Pécsi Vagyonhasznosító ZRT közös programja valósult meg. Eladó és vásárló jól járt ezzel a nemes kezdeményezéssel. Első gyermekét váró család is eljött a bőrzére. Ez az első alkalom, hogy kint vagyunk. Decemberre várjuk a babát. És most nézelődtünk, és ami megtetszett, azt megvettük. Egy pár újszülött ruhát vettünk. Nagyon tetszik, hogy sokféle dolgot látunk, lehet ötletelni. Most még az első babánkat várjuk, így egyelőre az ötletelés, körülnézés van soron, és akkor tudunk választani. 3 hónapos és 5 éves kisgyermekeinek választ ruhát ez a másik anyuka, aki egyben elégedett a kínálattal is. Meglepően nagy, és eléggé sokan vannak. Szerintem amúgy nagyon jó, hogy ilyen sokat lehet válogatni, így használt ruhákból is nagyon jó állapotú. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon jó állapotban vannak itt a ruhák. Második alkalommal jött ki árulni ez az apuka. A gyerek növekedésének arányában igazából, amit a gyerek úgymond levedlik, azt a úgymond jó állapotú ruhákat szoktuk piacra dobni. Hát általában idén jelleggel ugye most a idényváltás, hogy a téli ruhákat nagy részt. Tehát kabátok, pulóverek, overallok, egyéb ilyen téli kellékek. A már kinőtt, de kiváló állapotban lévő baba és gyermekholmik mindig kellendőek, és viszont is jó újat találni a bőrzén, mondta ez az eladó anyuka. Már korábban is volt rá példa, mert nagyon logikusnak tartom azt, hogy el tudjuk adni a kinőtt ruhákat is, ugyanabból az összegből tudunk nagyobb ruhákat is venni. Nem kell otthon tárolgatni őket, és így olcsóban meg lehet szerezni, mint a boltokba. A bőrzére látogatók már augusztusban is megtapasztalhatták, mennyire hasznos, jó dolog, ha a boltjár töredékért cserélhetnek gazdát a feleslegessé vált, de még jó állapotú őszi, baba és gyerekruhák, tanszerek, játékok és babakellékek. 13 éves hagyománya van már a Pécsi Mamis bőrzéknek. Akkor még néhány asztalos szabati rendezvényekkel kezdték el a programot, mondta Gellén Nóra, a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület elnöke. Az évek folyamán végigjártuk a várost, voltunk Expo Centerben, sportcsarnokban, de egy éve találtuk meg a remélhetőleg végleges helyszínünket itt az uránvárosi Hajnóci piacon, ami ideális számunkra azért, mert fedett a hely, tehát nem vagyunk kitéve az időjárásnak, van benti és kinti árusítóhely is, és összességében több mint 200 méternyi baba és gyerekholmi között válogathatnak a látogatók. Ebből 150 méter, ami benti fedett helyszín, és 50 méter, ami szabadtéri. Évente 6 baba és gyerekholmi bőrzét tartanak, 2-szer szerveznek kamasz és tini holmi bőrzét, ahol még a szülők is találhatnak maguknak ruhákat, kiegészítő kellékeket, ékszereket, konyhai eszközöket, akár kis biciklit is. Ezeken a bőrzéken 100 forinttól néhány ezer forintig lehet vásárolni. 30 fok lesz ma is, de nagyon szép számban keltek ma már el téli cipő, gumicsizma, téli kabát, úgyhogy én azt gondolom, hatalmas segítsége családnak az, hogy a boltjár töredékért tudja beszerezni ezeket a gyerekholmikat, és nagyon sok szülő csinálja azt, hogy árusként eladja azt, amit a gyerekek kinőttek, és közben meg is vásárolja azt, ami a gyerekeknek aktuálisan szükséges. Az akciókról a Pécsi Mami hírlevelén keresztül, illetve honlapjuk segítségével értesülhetnek az érdeklődők. A ruhákat, egyéb kellékeket mindenki otthon gyűjt.
említse, tárolni a szervezet nem tudja. A megmaradt, el nem adott árukat itt a piacfelügyelőségnél lehet leadni, jótékony szervezetek átveszik és továbbadják a rászorulóknak. Legközelebb november 12-én és december 10-én lesz baba és gyerekholmi bőrze, a következő 10 pluszos kamasz és felnőtt holmi bőrzét pedig október 8-án tartják. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Olcsóbban szerezhetnek be energiát, kedvezményes csomagon dolgoznak az iparkamaránál. Megyei jogásznap, igazságosabb és jogállami társadalom megteremtése az elsődleges cél. Hagyományőrzés, vendéglátás, megrendezték a szüreti felvonulást Regőjben. A Boré volt a főszerep, szüreti fesztivált rendeztek Dombóváron. Szerdán délelőtt még folytatódik a nyugodt, késő nyárias időjárás, csapadék nem hullik, front előtti füllettség ígérkezik. Délután a nyugati országrész felett már zömében felhős égbolt várható, míg keletre haladva változó felhőzet a valószínűbb. Az ország túlnyomó részén változóan felhős, csapadékmentes este ígérkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!